Képviselő úr, az ötös körzetben vagyunk. Azt ugye érdemes elmondani, szerintem nyilván nagyon sokan tudják, hogy az évekig ön része volt valamilyen szinten, vagy legalábbis betekintést nyert a városvezetés munkájába, hiszen közművelődési referensként is tevékenykedett a városért, illetve a kulturális központ, illetve az akkori művelődési központ igazgatójaként is. Hogy tetszik a képviselői munka? Más egy kicsit, mint az eddigiek voltak. Igaz, hogy mind a két szintéren emberekkel kell foglalkozni, csak itt már nem csak az emberek érdekét kell nézni, hanem a városnak a lehetőségeit is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy döntést hozzunk, vagy legalábbis befolyásoljuk a döntéshozatalt. Itt most az ötös körzetről beszélünk, hol helyezkedik el? Ugye azt tudjuk, vagy azt tudható, hogy ez a belváros egy részét foglalja magába ez a körzet. Igen, igen, a Bocskai út tól a Jókai útig, a másik irányból pedig a Kossuth úttól Kossuth délre, a vasútig. Ez egy elég nagy körzet. Mindenféle gonddal, bajjal az emberek nagy része inkább a egyszerűbb, szegényebb módúak közé tartozik. Sok az idős ember, sok az üres ház, úgyhogy kicsit belenyúlik már abban a részben, ahol a helyi kisebbség lakik. Van egy óvodája ennek a körzetnek, a Jókai úti óvoda. Van a Református Egyháznak az iskolája, az általános iskolája is ebben a körzetben van. És az óvodája is? Az óvodája is, természetesen a Petőfi úton. Aztán van még egy idősek otthona, az is szintén a Református Egyház működtetésében van. Van egy biztos kezdetház, ami szintén inkább már a roma gyerekek járnak oda szülőkkel együtt, és próbálnak valamiféle segítséget kapni a mindennapi problémáik megoldásához. Illetve most ugye itt vagyunk, itt egy ilyen lakótelepi rész is része ennek a körzetnek. Igen, ha keresnek, akkor úgy szoktam mondani, hogy a Fecskeházzal szemben lakom. Uh-huh. Ez így van, csak nem mindenki tudja, hogy mi a Fecskeház. Aztán mikor mondom, hogy ilyen szép, magas, vékony és fehér lesz színű, akkor már úgy nagyjából sikerül az embereknek beazonosítani, és elsősorban nem a Törökszent Miklósiakról beszélek most. Igen, nem sok fejlesztése való pénzünk van az idén, sajnos elvitte az adó. A tervezett képviselői keretünk az sajnos szintén emiatt nincsen, de ezt a szakasz járdát, hála Istennek, meg tudta csinálni az önkormányzat, ami nagyon fontos, mert a Fecskeházban életkezdő fiatalok, pici gyermekkel, vagy éppen anélkül, de sok kisgyerek van ebben a házban, és a szülők itt a babakocsit most már tudják tolni kényelmesebben, mint azon a rossz lyukacsos, kikopott járdán, ami ennek a helyén volt. Egyszobás lakások ezek. Arra tökéletesen jók, hogy egy fiatal pár elkezdhesse a saját önálló életét, de milyen lehetőségük van nagyobb lakásvásárlásra, főleg ha már a gyermek is megjön, akkor elköltöznek innen. Elég sűrűn ír ki az önkormányzat pályázatot ezekre a lakásokra. Milyen megüresedik, azon nyomban kírják, és jöhet az újabb lakó. Annyi az én megítélésem szerint ez nem egy rossz lehetőség. Nem, nagyon jó. Törökszentmiklósi fiataloknak. Nagyon jó lehetőség. Én is örültem volna annak, amikor az első házasságomat kötöttem valamikor az őskorban, hogyha ilyen lakásom van. Jó, ez így. Ez a járda is új egyébként, amin most jövünk, ez a Via Color. Ezt egy éve csinálták körülbelül. Sajnos itt is probléma az utaknak, meg a járdáknak az állapota, amire nagyon sok pénz kellene. Még akkor is, hogyha esetleg egy olyan konstrukcióban belemenne a lakosság, hogy az önkormányzat adja az anyagot, és a munka elvégzésére pedig a lakók vállalkoznak, természetesen egy szakember segítségével.
Nem tudom, mennyibe kerül most egy folyóméterjárda, de biztosan nagyon sokan tudják. Egy biztos, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnak azokra a helyekre és azokra a szakaszokra, útszakaszokra van pénze, elsősorban amire pályázatos támogatást nyert. És most mindjárt odaérünk arra a térre, ahol a programokat szereti és szokta régebben is, ma is az önkormányzat megvalósítani. Volt részem benne nem egyszer. Álltam itt a Kossuth szobor előtt is, Bukta Éva kolléganőmmel vezettük le az ünnepségeket. Sőt, annak idején videósként kezdtem a művelődési házban dolgozni. Szép idők voltak azok. Aztán, amikor átkerültem a hivatalba, akkor jött igazából a neheze, mert a másik oldalt is meg kellett ismerni. Azt az oldalt, ahonnan a lehetőséghez pénz és paripát, meg jogszabályt kapott az intézmény. Aztán mielőtt elmentem rokkantnyugdíjba, akkor még 5 évig elvállaltam az igazgatóságot a művelődési központba. Az sem volt egyszerű. Ennek a körzetnek az egyik frekventált pontja a már említett Kossuth tér, ugye számtalan rendezvény helyszínéül is szolgál, és itt fog állni hamarosan a Törökszent Miklós város karácsonyfája is. Igen, már felállították, még nincsen rajta dísz, de sajnos program az nem lesz. Nem engedi ez a helyzet. Megszoktuk már, hogy az adventet ünnepeljük, és jó is az, mert tudjuk, hogy 4 hétvégével most kezdődött az advent első, azt hiszem első hétvégéje, 4 hét múlva karácsony, és sajnos biztos vagyok benne, hogy az emberek nagy részének nincsen karácsonyi hangulata még, és nem is biztos, hogy ettől lesz az. Talán a család össze tud majd jönni, ha bár nem tudjuk, hogy ez a 10 fő, meg az a rengeteg karantén, amit elrendelnek, meg kell állítani valahogy ezt a vírust. Én már csak tudom, mert túl vagyok rajta, hála Istennek. Nem egyszerű dolog, és mindenkinek javaslom, hogy tartsa be a szabályokat, vigyázzon magára, és amilyen gyorsan csak lehet, engedi a lehetőség, ha érez valami problémát, futás és segítséget kérni. Kialakult-e kapcsolattartása az itt lakókkal, ebben a körzetben lakókkal? Van képviselő kollégám, aki sokkal jobb kapcsolatot tart, mint én tartok. Interneten van lehetőség arra, hogy kommunikáljunk egymással. Ugyanúgy van választói körzetről néhány gondolat az interneten, és lehetőség például most legutóbb a lámpa testeknek a világít, nem világít kérdése elég jól oldódott azáltal, hogy egymással tudtunk beszélni, és tudtuk orvosolni ezeket a dolgokat. Egyébként minden hónap első szerdáján délelőttjén van képviselői fogadóórám, de erre még igazából nem került sor egyszer sem, hogy eljött volna valaki. Volt olyan körzetbeli lakó, akinek sok gondján próbáltunk majd segíteni. A Arany János úti lerakó, szelektív szemétgyűjtő környékén mindig problémák vannak sajnos, de én azt hiszem, hogy ez általános probléma a városban, hogy olyan helyekre is lepakolják az emberek a szemetet, ahova nem kellene. Ezt meg kell gyógyuljuk, mert egészségügyileg sem, meg esztétikailag sem jó az, hogy így néz ki néhol a város. Ott a Kossuth téren vagyunk, jó volna még, ha lenne vagy 2 ilyen, vagy ha nem is ekkora, de nagyobb zöld felület a városközpontban, ahol a ligetbe, úgy, ahogy próbáltunk a városba beleírni, hogy a gyerekek is eljönnek és emlékként őrzik magukba a Kossuth teret, mert itt szövődtek az első szerelmek, itt most már lehet biciklizni is,
de egy kis meghitt, nyugodt pillanat itt került az emberek elé. Rendezvényeinket ott szoktuk szervezni. Itt is nagyon tökéletes ez a kis kút itt. Közvetnek a sajátossága, hogy bár egy része a városközponthoz tartozik, azonban vannak már a városközponttól távolabb eső területek is. Azért gondolom, hogy talán ez nem egyszerűsíti ezt a helyzetet, vagy a kialakult helyzetet. Igen, sajnos vannak olyan részei a városnak, ahol a lakóközösség panaszkodik a fiatalok rendbontására, éjszakai vonulásukra. Akkor van olyan utca, amelyiknek a végén csak gyalogos átjáró van, de a lakók elmondása szerint üres üvegek, fecskendők vannak szétdobálva, hangosak az ott járók. Aztán a Fagyas Laci bácsi féle ház, ott a Rákóczi út első háza, ami a benzinkút mellett van, az egy olyan helye a városnak, ahol mindig kerítést kell csinálni, mindig szét kell nézni, mert sajnos ott bandáznak azok a szerintem drogos emberek is, akik nem tudják megoldani az életüket csak ilyen anyagokkal. És ez nagyon, nagyon, nagyon rossz dolog, mert bizony, amikor erről beszélünk, akkor próbálják az emberek elhitetni magukkal, hogy ez csak egy tévhit, ez nem igaz. De bizony láttam én már itt a Kossuth téren is olyan tizenéves gyermeket, aki előhúzta a zsebből a köteg pénzt, és nem vagyok benne biztos, hogy ez tiszta dolog volt. A rendőrség próbál ebben segíteni nekünk, de ez össztársadalmi probléma, ami sajnos itt is jelentkezik, és azt hiszem minden településen jelentkezik. Melyek azok a feladatok, amelyek a közeljövőben megvalósulást nyerhetnek itt ebben a körzetben? Vagy milyen tervek vannak a jövőre vonatkozóan? Van olyan feladat, ami még csak a fejembe fogalmazódott meg, de mivel sok idős ember lakik ebben a körzetben, egy bizonyos utcabizalmi rendszert kellene ott kialakítani, ahhoz, hogy az élő problémák eljussanak könnyebben hozzám, mert nem mindenki tud a netre fölmenni, nem mindenki tud, még olyan ember is van, aki a kapun sem nagyon tud kijönni, és nagyon sok az elhanyagolt ház, aminek a környezete is olyan, hogy valahogy rendbe kellene hozni. Ezek azok a házok, ahol nem laknak már nagyon régóta emberek. És azt a néhány kátyút is meg kellene szüntetnünk az utakon, amik vannak. Ami még nagyon fontos lehet, és én úgy érzem, hogy ez megint emberi dolog, hogy megpróbálni segíteni. Nem csak a közösségen, hanem az egyénen is. És hogyha valakinek nem jut újság, és megígéri a képviselő, hogy biztonságot, akkor figyelj is ki, tehát, hogy a kommunikáció olyan lehessen, ami nem azt mondja legközelebb a választópolgárnak, hogy na, ez se csinált semmit, hanem azt mondja, hogy jó, hogy ő volt a képviselőnk. Na, ezt nehéz lesz elérnem, de remélem, hogy van még rá talán 2,5-3 év, talán sikerülni fog. Képviselő úr, köszönöm a beszélgetést, és hát kívánom, hogy ezek a tervek tényleg megvalósuljanak, és jó munkát kívánok. Köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy hasznosítani tudom azokat az elgondolásokat, amit itt közösen megbeszéltük, és bízom benne, hogy ha az idei, de a jövő évi karácsonyunk már sokkal meghittebb és vírusmentesebb lesz.